Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A mai nap horoszkópja az indiai asztrológia szerint. 1919. október 26-án. A nap a Svati holtházban található, lefordítva a szanszkrit nyelvből, ez annyit jelent, hogy a mi saját lelki világunkat kell, hogy érezzük. Ez most nagyon fontos, ezt mutatja a nap energiája. A hold a Hasta holtházban található, és Vinda Miatrix csillag fényesíti be. Vinda Miatrix feltűnik a görög és a római kultúrában, a szőlőültetés és a borászat istennője, mutatja az élet szépségét és örömét. A hold, ahogy a föld körül kering, eléri a pályáján azt a pontot, ami közel van a földhöz. És ez kihat az érzelmi világunkra. Ezt ma a férfiak intenzívebben érzékelik, mert a hold a Mars bolygójában van összekötetésben. Ezt az energiát ma a férfiak intenzívebben átélik, mert hold találkozik a Mars bolygóval a szüzek jegyében. És Mars bolygó szimbolizálja a férfiakat. Ez a mai kapcsolat hold és a Mars bolygó között, ez egy úgynevezett konjunkció, kihat a férfiak érzelmi világára, és ők mutatják az álmaikat és a vágyaikat. Ez nem csupán ez az álmodozás, hanem ők szeretnék ezt megvalósítani, jelzi a tetteket is. Egyrészt, mert a szüzek jegye a föld eleméhez tartozik, és az a tetteket mutatja, másrészt a hold mozgása, tehát az ő pályáján eléri azt a pontot, ami közel van a földhöz, ami szintén a tetteket mutatja. A nap az Uranusz bolygóval szemben áll, és ez annyit jelent, hogy mi elbizonytalankodunk. A döntéseket illetően tegyem, vagy ne tegyem, vagy változások történnek, ami elgondolkoztat bennünket, hogy ezek a változások előnyösek-e, vagy sem. Sokan elbizonytalankodnak, mások pedig félnek ezektől a változásoktól. Nem csak ez a nap Uránusz opozíción hat erre, hanem egy hold-Uránusz kapcsolat is. Ez egy kvinkunks aspekt, ami szintén bizonytalanságokra utal. De van egy jó hír is, a Vénusz bolygó egy jó kapcsolatban áll Jupiter bolygóval, és ez örömet, szerencsét jelent a párkapcsolatban, a szerelem területén, de nem csak ezt jelenti, hanem segít egy jogi eset alakulásában is. Ez volt a mai horoszkópom, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!